Ünnepélyes keretek között a Magyar Sportházában adták át a hónap utánpótlás edzője áprilisi díját az Alapító Magyar Edzők Társasága, az utánpótlás sport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungária képviselői. A kitüntetést Dancsházi Nagy Tamás vehette át. A budapesti Honvédban és a férfi párbajtőrvívó válogatottnál is vezetőedzőként dolgozó szakember azután részesült az elismerésben, hogy a 19 éves Keszthelyi Zsombor a juniorok között aranyérmet szerzett az újvidéki Európa, majd a dubai világbajnokságon is. A díjátadón a tréner munkásságát korábbi olimpiai ezüstérmes tanítványa, a jelenleg a budapesti Honvéd sportigazgatójaként tevékenykedő Imre Géza is méltatta. Tamás nagyon régóta foglalkozik fiatal versenyzőkkel is, egészen fiatal edzőként is már tudott bizonyítani Pécsen egy-két tanítványával, akivel meggyúrt a bajunk akkoriban. És hát azóta is igaz, hogy most a felnőtt férfi párbajtő csapatnak a vezetője, de hát ahogy említettem itt a beszédben, egy utánpótlás korosztályú csapatnak igazából a főnöke. Talán a legfontosabb, hogy a Zsomborral való kapcsolata is egészen elképesztően példaértékű szerintem, hogy megtalálták egymással a hangot, és ahogy irányítja egy finoman, nem parancsszavakkal, hanem hogy csak tényleg úgy, hogy a fiatal versenyző is elhiszi, hogy neki ez a legjobb, és ezt kell csinálnia. Hogy a kapcsolat kiváló a mester és a tanítvány között, az ugyanúgy látszik a versenyeken, mint a fárasztó edzéseken. Keszthelyi Zsombor Galli Zsolt irányításával 9 évig készült Békés Csabán, mielőtt tavaly ősszel a Honvédba vezetett az útja. Nagyon jó kapcsolatot ápolok mindkét edzőmmel. Tamással is kifejezetten gyorsan kialakult köztünk egyfajta baráti. Nyilván ezt nehéz, mint edző-tanítvány kapcsolatánál mondani, hogy baráti kapcsolat van, de azért úgy gondolom, hogy baráti kapcsolat is, és nyilván a profi edző-tanítványi kapcsolat is megvan. És az, hogy ilyen nyugodt, természeti alapvetően, az nagyon sokat segít a pás mellett. Nekem nagyon szükségem van arra, hogy amikor esetleg problémám adódik egy asszó során, vagy kicsit stresszesebb vagyok egy versenyen, akkor megnyugtassanak, és a Tamás szerencsére magával a jelenlétével, a egy-két mondatával már ebben nagyon sokat segített ebben a szezonban. Dancsházi Nagy Tamás sokáig felnőtt klasszisok munkáját irányította, majd a mára olimpiai ezüstérmes és világbajnok Siklósi Gergely, ugyanúgy mint Zsombor, az utolsó korosztályos évében került hozzá. Először a Gergő került 2016-ban hozzám utolsó junior évesként, és ugye akkor én már hosszú évek óta csak felnőtt vívással foglalkoztam, és abban volt kihívás, hogy újra egy picit módosítani azokat a felkészülési programokat és terveket, amik addig megfelelőek voltak és működtek. Zsombor érkezésével már azért volt egy rutinom, hogy kell átvezetni egy junior versenyzőt majd a felnőtt éveire. Szerencsére olyan kollégáktól érkeztek a versenyzők, akik tényleg a vívásnak a csinyát-bínyát megtanították, az alapokat megtanították. Mindig úgy szoktam mondani, hogy ezt úgy kell megközelíteni már, hogy nem kell fölépítenem egy autót, hanem olyan, mint egy Forma 1-es, kicsit képletesen mondva, olyan, mint egy Forma 1-es autón kéne már csak szerelni, egy kicsit ott meghúzni, egy kicsit itt állítani, egy picit ott állítani, hogy a legjobban tudja venni a kanyarokat, hogy a leggyorsabb legyen az egyenesekbe. Igazából képletesen szóval nekem ez a feladatom, vagy így hozta a sors, hogy ezekkel a versenyzőkkel, Zsomborral és Gergővel is ez volt a feladatom, hogy már a meglévő repertoárjukat egy olyan szintre, vagy úgy élesítsem ki, hogy mind a korosztályos világbajnokságokon, mind majd vélhetően Zsomborral is, amikor föllép a felnőtt életbe, eredményesen vegye fel a küzdelmet, és hatékony legyen a pástom. A fizikális adottságaim fejlesztése az itt Pesten történt meg, és nyilván jó alapokkal jöttem, mind technikailag, mind fizikailag, de az
az a mostani állapot, amiben most vagyok mind technikailag, mind fizikailag, az itt Pesten alakult ki, és Dancsáz Nagy Tamás kezei alatt. Nyilván azt tudtam, hogy az utolsó évemben az utánpótlásban még nem igazán fognak változtatni rajtam technikailag, mint vívón, szóval az alapok azok gyakorlatilag ugyanazok maradtak, mint a 9 éves csabai pályafutásom során, de fizikailag annál többet fejlődtem, rendszeresen jártam a kondi edzőhöz, ami a Honvéd és Dancsáz Nagy Tamás tett lehetővé, illetve a vívó munka is teljesen átalakult, sokkal többet edzettem, és ez szerintem mind kijött az EB-n és a VB-n is. Az ambíciózus szakember Imre Géza és Siklósi Gergely edzőjeként is részese volt már az ötkarikás játékok döntőjének. Olimpiai aranyérmes tanítvánnyal azonban még nem büszkélkedhet. Természetesen nem adom föl. Rióban is ott ültem 2016-ban az egyéni olimpiai döntőn. Tokióban is ott ültem az egyéni olimpiai döntőn. Sajnos nem jött össze. Nyilván célom, hogy a következő olimpiák egyikén még ezt elérjem. Azt viszont tudom, hogy nagyon hosszú és nagyon rögös út vezet oda, de hát ez motivál engem.